Na, megjöttünk. Esik a hó, az eső, meg minden. Na, hógolyó? Van hógolyó. És mondjátok azt, hogy ez nem szép. Nem látom, hogy... Látjátok? Havat. És milyen szép ez a ház. Na? Tol. Na szevasztok, kedd reggel van. Hát még mindig esik az eső sajnos, tegnap már elásztunk egy sétába. Úgy néz ki, hogy 11 óra fele eláll az eső. Mutatni akarok valami érdekességet, ami nekem nagyon tetszik. Ez itt a kilátás a szobányból. Különben 1100 méter magasan vagyunk itt. És ezt nézzétek meg, fából van a zsindely. Ilyet a székelyek csinálnak amúgy már csak Magyarországon. Hát nem Magyarországon, szóval Európában a székelyek erről híresek, meg az osztrákok. Fából van a zsindely, tök jó. És fából van a ház is, és ez ami nekem nagyon tetszik. Ezek a faházak, ezek a régi osztrák faházak. Az is szép ház ott. Arra voltunk tegnap sétálni, hát az az egyetlen egy út, ahol itt ki lehet menni. Arra fele ez az utolsó ház az utcába. De arra várunk, hogy egy kicsit elálljon az eső, és akkor megyünk egy ilyen, hát valami vízi útra sétálni. Víz melletti útra. Nagyon szuper, van itt 5 macska, 2 kecske, pár póni, ami ide tartozik a házhoz. És nagyon jó kajákat adnak, hú. Na, megyek befele. Mert másik oldalról is csinálok egy darab filmet mindjárt. Ja, és filmezhetek bent a házba is. Szóval az egész területen, mindenhol. Megengedték. Na, nézzétek, milyen szép öreg szekrény van. Az egész ház tele van ilyen öreg fabútorokkal. Nagyon jól néz ki minden. Minden öreg és fa. Ott van a... Csak a felét mutatom, mert másik felében ott van a saci, ő nem szereti, ha videózok rá. Ez a konyha rész. Most átmegyünk. Érdekesség. Ez itten, hát egy ilyen kis szobaszerűség, ez itt a hálószoba. Nagyon jó kis ágyjal. Ez a mi takarónk. A kutyák miatt letakartuk. Nézzétek, nagyon jól néz ki. Tényleg minden fából van. Nagyon ilyen, hát nem is olyan, mint a hotel lenne, hanem inkább olyan, mint ilyen, egy, mit tudom én, öreganyámhoz mennék kirándulni, egy látogatóba, mindjárt csinálok egy kis világítást. Itt a bejárat, ez itt a fürdőszoba, nagyon igényes, kis káddal, tényleg nagyon szép. Kapcsolom. Kiviszlek benneteket. Nem, kutyák itt maradtak bent, itt van a két hülye kutya. Nem is hülyék. Na szóval, ez itt a előtér. Látjátok, még a padló is ilyen fából van. Tényleg nagyon szép minden. A feljáró. És megy felfele. Mindjárt lemegyünk, hogy nézem, hogy kik vannak lent. Ez itt egy ilyen játszószoba. Tehát jó, ez is minden ilyen természetes. A gyerekek csinálhatnak, amit akarnak. Falonfestés, minden van. Tényleg nagyon jó. Ilyen növényeket szárítanak itt bent. A lovacska. Még csúszda is van, látjátok? Tök jó.
tényleg nagyon, nagyon érdekes minden, majd ki is megyünk. Látjátok, itt is a fa zsindely van, és ott van ilyen játszótér, tök jó kis faházikóval. Ott vannak nyuszik, majd mondom, kimegyünk. Ott ugrál a nyuszi, látjátok? Nyusz, nyusz. Van 5 cica is. Ezek is mentették őket egy részét. Így néz ki a ház lentről. Nagyon jó, tényleg nagyon tetszik. Kellemes nagyon a környezet. Ez itt az ebédlő rész. Itt kajálunk. Nézzétek, milyen plafon van. Nagyon jó. Tényleg nagyon, nagyon jó kis hely. Nézzétek meg, milyen. Ott bent vannak emberek. Németek. Ez egy ilyen, itt kimegyünk, oké? Mindjárt kinyitom az ajtót. Na, kijöttem, itt van ilyen veranda, vagy mi ez, és ott jön ki a napocska, örülök neki. Látjátok, ott vannak a nyuszkó-tyuszkók, akik nyuszik. Van ott egy lakókocsi, ilyen lakókocsim volt Berlinben, csak az enyém 8 méter hosszú volt. Ilyenben laktam egy időben. Látjátok, arra fönt a hegyen már hó van. Szóval, tegnap itt is esett, mikor voltunk sétálni. Felvettem, de nem tudom, hogy mennyire látszódik. De kezd kivilágosodni, és ennek örülök. Így néz ki a ház előről. Nagyon-nagyon tetszik nekem ezek az osztrák házak, ezek a tipikus ilyen hegyi házak. Itt van egy kis kert. A háziaknak a kertje. Nagyon érdekes, ilyen látjátok azt a kis házat? Tele vannak itt a legelők ilyenekkel, nem tudom, hogy az állatokat zárják oda be, vagy szénát raknak be, de érdekes nagyon. Esik a esőhó, minden. Megpróbálom úgy csinálni, hogy valamit lássatok. De még hideg van, ja, meg van 2 fok, úgyhogy nem rohad le rólunk a gatya. De nagyon jó, hát mondom, most világosodik ki, jobb lesz az idő. Egyre jobb, 2-re meg még jobb. Na, szóval oda akarunk menni most, másik oldalra. Körülbelül valahol itt szembe az hegye, vagy itt, vagy arrább. Akarunk bemenni a hegyek között, ott van egy ilyen vízeséses út, és ott akarunk sétálni egy sort. Amúgy arra is hegyek vannak, meg mögöttünk is hegyek vannak, de sajnos nem látszódik. Ott vannak, arra fele vannak a legnagyobb hegyek, erre, itt a környéken, de nem látni semmit. De nagyon szép, nem? Nekem tetszik a környék, úgyhogy nagyon jó kaját is adnak, bőséges és nagyon jó. És már eldöntöttük, hogy egyszer majd, mikor jobb idők lesznek, visszajövünk. Ja, és tudjátok mi az érdekes? Mindjárt. Na szóval, ugyanabból a úrkornból, amit én vetettem most a kertbe, ugyanabból csináltak itt reggelre zsemlét, meg kenyeret. Hú, nagyon finom volt. Annyira tetszett, úgyhogy már el is kértem tőlük a receptet. Úgyhogy, ja, meg mák volt rajta, és szóval jövőre úgy fogom én is megcsinálni, hogy a saját kis zsemlémet, vagy kenyeremet, és akkor a saját mákomat ráteszem. Már most örülök neki, hogy ezt elvetettem. Megbe, mert elkezdett megint esni jobban az eső, és ez a kamera nem bírja a vizet. Van a házban egy kutya, és ez neki a festménye. Tök jó, nem? Na szóval, ez a kilátás most, hogy elvonultak a felhők a szobánk ablakából. Hát nem jó, azt mondjátok már meg. Holnap megyünk 1630 méter magasra meglátogatni egy tavat. Oda akartunk felmenni arra a hegyre, itt szembe. De az a baj, hogy ahol a parkoló van, az ott már hó van, és nincs nálunk lánc a kocsira, úgyhogy
oda már csak lánccal lehet felmenni. Anélkül nem. Úgyhogy nem megyünk oda fel sajnos. Ez a kilátásunk. De nagyon gyönyörű. Jó, el is vagyunk fáradva rendesen. Ott az egyik cica, 5 cica van itt a házban. Pont tisztogatja magát. Ja, meg a kecskék. Ó, már nincsenek kint. Van 2 kecske, és azok is kint voltak az előbb még. Kontány autó. Ott vannak a pónik. Ezek nem ide tartoznak. Az igen, le van szakadva a kipufogója. Mi van a kocsival? A ház kutyája is megérkezett. Na, és el is pújt. Na, nem akarja magát megmutatni. Na, spillen! Játszatok! Cseki, miért nem játszatok? És spillen, mitim! Ez egy bisschen langweilig, ne? Spielen! Ja, toben! Jackie, komm zurück! A háznak a kutyája. Ilyen volt engem a régi kutyám, Border Collie. Na, így néz ki a vacsora. Die Schatzsucher gegen die Krieger. Ihr müsst jetzt alle wissen, wie das geht, oder?